magas ég, égi szózat zengi fenn, Isten az, ki megjelent. Nincs homály itt a nap, minden új fényt kap, minden új fényt kap. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van a mai napon. Ez az ünnep zárja le a karácsonyi ünnepkört, hiszen valakinek a gyermeksége igazából azzal zárul le, amikor elkezdődik a felnőtt élete. Nyilvánvalóan nem egyik pillanatról a másikra megy ez végbe egyetlen ember életében sem, de vannak mégis kiemelkedő események, olyan alkalmak, olyan történések, amikhez valóban köthető az, hogy egy ember átlép a gyermekkorból a felnőtt korba. Ilyen az, amikor például elhelyezkedik valahol és hazaviszi az első fizetését. Ilyen az, amikor igent mond a saját eddigi családján túl egy férfira vagy egy nőre, aki majd a házastársa lesz, és akivel az életét ezentúl összeköti. De ilyen az is, amikor egy ember a küldetését találja meg, azt a küldetést, amely a világban az ő további életútját meghatározza. Amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor ez történik. Elindul az életében konkrétan az a küldetés, amiért a világba jött, a megváltásnak a küldetése, az evangélium hirdetése és a szenvedés az áldozat által. Kedves testvérek, ebben a mostani szentmisében megemlékezünk az 1943-as Doni áttörésnek az áldozatairól. Éppen ezekben a napokban sokkal hidegebb, zordabb körülmények között történt a második magyar hadseregnek a tragédiája ott a Donnál, és újra meg kell emlékeznünk róluk, imádkoznunk kell értük, és mindazokért, akik életüket valaha is másokért áldozták, és akik sokszor az értelmetlen erőszak áldozatai lettek. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmaz! Uram, irgalmaz! Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölösség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szent Lélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szent Lélekből. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nátszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én az Úr hívtalak meg igazságban, és fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadíts ki a börtönből a foglyokat, és a tömlőcből azokat, akik a sötétben ülnek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. Áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. Adjátok meg az Úrnak, Isten gyermekei, adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget. Imádjátok az Urat szent ünnepi díszben.
áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. Az Úr szavazók a vizek árján, az Úr lebeg a nagy vizek fölött, az Úr szava telve erővel, az Úr szava telve fönséggel. Áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. A dicsőség Isten emendörög, templomában mindenek az ő dicséretét zengik. Az Úr trónul a víz az ön fölött, az Úr király örökké. Áldja meg Isten az ő népét, adjon neki békességet. Szentecke az apostolok cselekedeteiből. Kornélius százados házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget, hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja! 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 Az ég és az Atya szózata hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben keresztelő János ezt hirdette. Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és a sarusszíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordán folyóban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Egy régi mese szerint egyszer a szél és a víz megegyeztek egymással, hogy összemérik egymással az erejüket. Sokat dicsekedett a szél, hogy mennyivel hatalmasabb az ő ereje a víz erejénél, míg a víz egyszer megunta és azt mondta, tudod, tegyünk egy próbát.
rendben, próbáljuk ki az erőnket, lelkesedett föl a szél, például azon a sziklán ott, amelyik elzárja a völgykatlant, mutatott rá egy hatalmas sziklára, amely a völgy végén volt. Először a szél tett próbát, minden erejét összeszedte, és egy hatalmas fuvallattal megpróbálta elgörgetni onnan azt a sziklakövet. Azonban minden erejéből is csak annyira futotta, hogy lefújta a port meg a gazat a szikla tetejéről, de magát a sziklát egyetlen centivel sem bírta odébb mozdítani. Utána a víz következett. Egy aprócska kis vékony patak képében körül ölelte a sziklát és körül nyaldosta. A szél, amikor meglátta ezt a szánalmasnak tartott próbálkozást, kacagott magában és azt mondta, ugyan már, ha nekem nem sikerült minden erőmet összeszedve sem megmozdítani ezt a sziklát, majd ez az apró kis patakocska jut vele bármire. Azonban teltek az évek, teltek az évtizedek, teltek az évszázadok, lassan egy évezred, és az aprócska patakocska nem szűnt meg körbe nyaldosni a sziklát, az pedig kopott, kopott, egyre csak kopott, mind kisebb és kisebb lett, a végén már csak egy aprócska kavis maradt belőle, amit a patak könnyedén a hátára vett és tovább görgetett. Kedves testvérek, hogyan is képzeljük el mi emberek a nagy igazságtevőket? Általában nagyhangú, hatalmaskodó, erőszakos valakiknek, akik erővel keresztül viszik az akaratukat, legyűrnek minden ellenállást, ahogy szoktuk mondani, gyorsan rendet csinálnak maguk körül a társadalom kisebb-nagyobb rétegében, megszüntetik a visszásságokat, a problémákat, fölszámolják azokat, akik nem helyesen cselekszenek, legalábbis az ő szempontjuk szerint. Igen, ilyen nagyhangú, erős, erőszakos, sokszor zsarnoki eszközöket használó embereknek gondoljuk mi el a nagy igazságtevőket. Kedves testvérek, ez persze az ilyen igazságtétel sok rombolással, erőszakkal, sok pusztítással jár, de hát ott bujkál bennünk a meggyőződés, hogy azok, akik áldozatokká lesznek ilyenkor, megérdemlik a sorsukat. Megérdemlik, hiszen miért álltak a rossz oldalra, miért gyakoroltak rossz dolgokat, miért tettek olyasmit, amivel fölbolygatták az igazságosságnak a rendjét. Igen, mi emberek sokszor így képzeljük el a nagy igazságtevőket. Főleg azért, mert szeretnénk, hogyha a velünk történt igazságtalanságok gyorsan kiküszöbölődnének. Szeretnénk azt, hogyha egyik pillanatról másikra csak úgy hip-hop lekerülnének rólunk azok a terhek, amelyeket igazságtalannak érzünk, és szeretnénk azt is sokszor, hogy elégtételt vegyen valaki a mi nevünkben azokon, akik velünk szemben jogtalanságokat, méltánytalanságokat követtek el. Azonban, kedves testvérek, ha jól belegondolunk, és figyelmesen nézzük az emberi történelemnek a folyását, akkor azt fogjuk látni, hogy általában az ilyen nagyhangú, erőszakos, hőzöngő igazságtevők, akik egyik pillanatról a másikra nagy változásokat generáltak a társadalom vagy egy-egy emberi közösség életében, bizony nagyon sokszor mégsem tudtak igazságos viszonyokat teremteni. Sőt, valljuk meg őszintén, számos esetben nem is akartak. Először vagy eleinte lehet, hogy valóban jogtalan viszonyok ellen sok-sok gonoszság kiküszöbölésére kezdték el a működésüket, jogos fölháborodással ragadtak fegyvert a kézbe, fogalmazzunk így. Azonban, ahogy teltek múltak az idők, miután rendet csináltak maguk körül, ők maguk lettek újabb igazságtalanságok forrásai, sőt sokszor sokkal gonoszabb viszonyokat teremtettek, mint amit megpróbáltak megszüntetni korábban. Igen, hányszor és hányszor volt ennek az emberi történelem tanúja, amikor erőszak erőszakot követett, igazságosnak tartott háború igazságtalanná vált, és sokkal nagyobb pusztítást végzett, mint az a pusztítás, amit megszüntetni akart. Igen, kedves testvérek, az ilyen egyik pillanatról a másikra gyorsan rendet csinálni akaró igazságtevők általában nem szoktak hatásosak lenni, nem szoktak hatékonyak lenni.
mert nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni egy társadalommal az igazságtalanságokat és teljesen igazságos viszonyokat kiépíteni. Egy-egy gyors forradalom, egy-egy erőszakos forradalom arra képes, hogy letaszítson a trónjukról bizonyos zsarnokokat, de a sebeket, arra az embereken ütött sebeket begyógyítani nem képes. Arra talán képes, hogy elégtételt vegyen a rosszak fölött, számos ártatlant is persze, úgymond megbüntetve és maga alá gyűrve, de arra nem képes, hogy igazi békét teremtsen a szívekben, arra nem képes, hogy visszaadja, amit korábban jogtalanul elvettek, és valóban helyreállítsa a békét az emberek között. Kedves testvérek, az a messiás, akiről a mai olvasmányban Izaiás próféta beszél, egészen más képet mutat nekünk. Róla egészen más szavakkal beszél a Biblia. Azt mondja Izaiás próféta, hogy Istennek a szolgája, akit majd elküld, hogy igazságot hirdessen a nemzeteknek, nem kiált majd, nem emeli fel a hangját, a szava sem hallatszik az utcákon. A megroppant nátszálat nem törő össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, nem tapossa el, vagyis szelíd lesz, nem rombolni akar. Mert az igazságtétel, kedves testvérek, nem abban áll elsősorban, hogy pusztítunk. A valódi igazságtétel abban áll, hogy gyógyítjuk az igazságtalanság által ütött sebeket. A valódi igazságtétel abban áll, hogy segítünk azoknak, akik a korábbi rossz viszonyok miatt nehéz helyzetbe kerültek, szenvednek, netán jogtalanságokat kénytelenek elviselni. És éppen erről beszél nekünk, kedves testvérek, Izaiás próféta könyve, amikor azt mondja az eljövendő messiásról, hogy majd megnyitja a vakoknak a szemét, meggyógyítja a megsebzetteket, és kihozza a börtönből az igazságtalanul bebörtönzötteket, a foglyokat. Igen, ő gyógyítani jön, segíteni jön, ami nem pillanatok alatt megy végbe. Ez egy hosszú, türelmes, kitartó folyamatnak az eredménye lesz. Nem véletlenül mondja szintén az olvasmány, hogy nem veszíti el a kedvét, és nem lankad el. Igen, kedves testvérek, csak hosszú, türelmes munkával, békés, meggyőző szeretettel lehet igazságos viszonyokat kiépíteni egy világban. Az erőszak kevés hozzá, a zsarnokság kevés hozzá, a pusztítás, a rombolás kevés hozzá, sőt, legtöbbször csak még igazságtalanabb viszonyok kialakulásához vezet. A profécia, amelyet az olvasmányban hallottunk, Jézus Krisztusban teljesül be. Abban a messiásban, akinek a születését mindössze jó két héttel ezelőtt ünnepeltük. Igen, kedves testvérek, nem véletlenül mondja Jézusról a mai szentleckében az apostolok cselekedeteinek írója Lukács, hogy amerre csak járt, ahol csak járt, jó tetteket vitt végbe, és meggyógyított maga körül minden betegséget és minden bajt. Igen, Jézus gyógyítani jött, nem pedig rombolni. Jézus nem azáltal akarta helyreállítani a társadalom igazságosságát, hogy lázadóként, forradalmárként erőszakos cselekményekkel lépett föl. Noha sokan ezt várták tőle. Főleg azok, akik a messiástól egy politikai reformot vártak, a római hatalomnak, a római császárság uralmának a megdöntését, Izrael országának az evilági megszilárdítását. Nagyon sokan abban a korban ilyen erőszakos forradalomról álmodoztak, amelynek majd az élére áll a messiás, aki isteni hatalommal, csodatévő erővel valóban mindenkit lehengerel és mindenkit maga alá gyűr. De Jézus nem vállalt föl ilyen küldetést. Jézus nem ezt akarta. Jézus valóban igazságot tenni jött, azért, hogy megszilárdítsa az igazságot a földön, de ezt olyan módszerekkel tette, amelyek nem pusztítanak és rombolnak, hanem gyógyítanak, kiengesztelődést, igazi békét teremtenek. Jézus rámutatott arra, hogy a megbocsátás és a kiengesztelődés hozhat csak igazi békét ember és ember, ország és ország között. Igen, kedves testvérek, Jézus ezt a módszert követte, és az ő megkeresztelkedésének ünnepén nekünk is végig kell gondolnunk, hogy mi mai keresztények
hogyan akarjuk, ha akarjuk, győzelemre vinni az evangéliumnak az ügyét a világban. Jó néhányszor hallottam már emberek szájából olyan szavakat, olyan úgymond lelkesítést, hogy mennyivel jobb lenne, ha a kereszténység is egy ilyen hatalomra törő, erőszakos vallás lenne, olyan vallás, amely nem tűr maga körül ellenállást, amelynek megvannak a képességei arra, hogy szembeszálljon mindazzal, ami igazán gonosz, amely nem lehet nem nyomható csak úgy félre, nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet oldalra állítani, és mindent megtenni vele és rajta, mert hatalom és erő van a kezében ahhoz, hogy hatékonyan álljon ellent, a csapásokat még nagyobb csapással viszonozza, és mindazt, amit rossznak gondol maga körül, azt hatékonyan és rövid idő alatt szüntesse meg. Persze, testvérek, sokszor jogos fölháborodás és jogos fájdalmak váltják ki az embereknek az ilyenfajta vágyát. Hiszen hányszor és hányszor olvassuk, halljuk a híradásokban, hogy a keresztényeket milyen sok jogtalanság és erőszak éri a világ különböző sarkaiban, pontjaiban, más vallások, vagy pedig éppenséggel mindenféle vallást megtagadó ideológiák tagjainak a részéről. Annak is tanúi vagyunk, kedves testvérek, napról napra, hogy nagy média háttérrel és komoly anyagi eszközökkel rendelkező szervezetek hogyan veszik semmibe az evangéliumi értékeket, hogyan próbálnak reklámozni és a társadalomban széthinteni olyan erkölcsi elveket, gondolkodásmódot, értékrendet, ami gyökeresen fölforgatja a krisztusi rendet, a krisztusi értékrendet. Igen, amikor ezt tapasztalják keresztény emberek, akkor valóban ott bujkál bennük az érzés, miért nem lehet itt gyorsan rendet csinálni, miért nem lehet gyorsan elégtételt venni azokon, akik rosszat akarnak nekünk, miért nem lehet akár erőszakkal is tönkretenni azokat, akik bennünket akarnak tönkretenni. Kedves testvérek, Jézusnak nem ez volt a módszere. Jézus más úton, módon juttatta az ő evangéliumát győzelemre. Tudjuk az első évszázadok keresztény történetét, történelmét. Évszázadokon keresztül, szinte szünet nélkül üldözték a kereszténységet azóta is egyébként, de a római társadalom, a római császárság Krisztus után 64-től Néró uralkodásától kezdve egészen 313-ig a milánói ediktumig szinte folyamatosan szünet nélkül, különböző intenzitásokkal ugyan, de tényleg szüntelenül üldözte a kereszténységet, és mindent megtett annak elpusztításáért. És mégis olyan hatalmas erő volt ebben az elnyomott és minden erőszakot nélkülöző kereszténységben, amely a római birodalom legnagyobb vallássává tette ezek alatt az évszázadok alatt. Olyan erő, amelyet senki nem értett meg, és ma is nehéz megérteni. Ez a szeretetnek, a türelemnek, a szeretetből fakadó meggyőzésnek az ereje. Kedves testvérek, mi, akiket Jézus nevében megkereszteltek, ugyanezt a küldetést kell, hogy hordozzuk. Nagyon erős, komoly meggyőződésként kell, hogy éljen bennünk a hit és a hitből fakadó értékrend. Azonban ennek a győzelemre vitelét türelmes szeretettel kell kiharcolnunk az emberek között, gyógyítva a sebeket, nem pedig sebeket osztogatva, elfogadva inkább a jogtalanságokat, semmint jogtalansággal viszonozva azt. Jézus példája mutatja ennek a szeretetnek, ennek a békés meggyőzésnek a hatékonyságát. Merjünk hinni ebben, de ugyanakkor kérjünk is kellő álhatatosságot a Szentlélektől, hogy ránk is igaz legyen, amit a próféta mond a mai olvasmányban, hogy nem lankad el, sem kedvét el nem veszíti. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni
élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez alázatosságban és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, akik segítik munkájukat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett fiad. Add, hogy akik a keresztségben vele egyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. E nap, mely ránk ragyog, oly nagy jelekkel ékesen, s ezt hirdeti, hogy Isten ő, ki ember testben megjelent. Hullámain a tiszta víz, az égi bárányt fürdeti, a bűnt, mely őt nem illeti, lelkünk tisztítván elveszi. Urunk, te néked glória, ki nemzeteknek megjelensz. Atyádnak, szent léleknek is dicsőség minden századon. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Istenünk, fogadd el áldozati adományunkat, amelyeket szent fiad megkeresztelkedésének ünnepén elét hozunk. Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében, s mennyei szózatod hirdette, hogy igéd itt lakik köztünk. A galamb képében leszálló lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust a te szolgádat az öröm olajával fölkented, és a szegényekhez küldted az üdvösség jó hírével.
és ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg ellen jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, és bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötté. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Hajtlak és kiállj.
eljött a te királyod. Alleluja, alleluja. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett neki az ő jobbja, az ő szentséges karja. Alleluja! Újjong Jeruzsálem! Alleluja! Eljött a te királyod! Alleluja! Könyörögjünk! Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk! Buzgón kérünk, hogy egyszülött fiat tanítását készséges szívvel hallgatva, Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen! Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, a hét ünnepei a következő, a mai nappal Urunk megkeresztelkedésének ünnepével lezárul a karácsonyi ünnepkör, és az évközi idő kezdődik el. Pénteken Remete Szent Pál emléknapja lesz. A koronavírus miatt a püspöki konferencia által előírt és már sokszor hirdetett templomi korlátozások továbbra is érvényben vannak. A főplébániai irodán a telefonos ügyintézésre tértünk át, kérjük, hogy mindenféle ügyben az irodát a hivatali időben a megadott telefonszámon szíveskedjenek hívni. Az irodai időt és a telefonszámot megtalálják a plébánia ajtaján, a kitett hirdetéseken, illetve a főplébánia honlapján is. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik egyházi hozzájárulásukat befizették az elmúlt évben. Akik viszont ezt még nem tették meg, kérem, hogy szíveskedjenek pótolni, illetve természetesen befizethető már az idei évre is. Az erre szolgáló csekket a templomban a kis asztalon találhatjuk. Befizethető átutalással is, vagy a nagy templom sekrestjében a szentmisék után. Az egyházi hozzájárulás minimális összege évek óta nem változott, és a nehéz helyzetre való tekintettel most sem változtatunk rajta. Szeretettel kérjük azonban, hogy aki teheti, támogassa jelentősebb mértékben is a templomaink és a plébánia működését. A szentmisék, a szertartások stóladíja sem változik ebben az esztendőben. A szentmise szándékokat a sekrestjében, a szentmisék után is be lehet iratni és be lehet fizetni. Hálásan köszönünk minden támogatást és segítséget. Január 17-én vasárnap délután 3 órakor Szent Mise lesz a Barátok templomában, Szent Filoména tiszteletére, szeretettel várják a kedves híveket. Kérjük, hogy azok a jegyes párok, akik az idei évben szeretnének egyházi házasságot kötni templomainkban, szíveskedjenek bejelentkezni, lehetőleg az év első két hónapjában a plébánián, hogy a jegyes felkészítésről és egyéb tennivalókról idejében tudjuk őket tájékoztatni. Hálásan köszönjük! Házszenteléseket lehet kérni, ha valaki igényli, és az egészségügyi szabályok megtartásával le tudjuk bonyolítani. Ez azt jelenti, hogy olyan házakba megyünk, ahol biztosan nincsen fertőző beteg, illetve a szájmaszk használata és a kellő távolságtartás megoldható. Az ebéd és vacsora meghívások jó szándékát hálásan köszönjük, de a jelenlegi helyzetben nem fogadhatjuk el. A házszentelések igényét kérjük, hogy vagy a sekrestjében jelezzék minél előbb névvel, címmel és telefonszámmal a szentmisék után, vagy pedig telefonon az irodában.
A konkrét időpontot a megadott telefonszámon személyesen megbeszéljük majd a jelentkezőkkel. Az évelei házszenteléseket legkésőbb február közepéig, a nagybőti időszak kezdetéig szeretnénk befejezni. Kedves testvérek, január 17-én, mához egy hétre kezdődik majd el a keresztények egységéért végzett ökumenikus ima ideje, az ökumenikus ima hét. Még kirajzolódóban van, hogy hogyan is tudjuk most a pandémiás időszakban megtartani ezt az ima hetet. A javaslatokból az tűnik ki, amit a lelkészekkel megbeszéltünk, hogy nagy valószínűség szerint délutánonként 5 órakor lesznek majd ökumenikus istentiszteletek, amelyeken azonban csak kisebb delegációk, tehát híveknek egy-egy kis csoportja vehet részt, azonban online közvetítve lesznek. A pontos részleteket majd hirdetni fogom már a következő vasárnap, hogy akkor melyik napokon, hány órakor, honnan, de szinte biztos, hogy minden nap délután 5 órakor lesznek ezek az istentiszteletek, hogy kik fogják tartani, azt egy hét múlva fogom tudni hirdetni. Imádkozzunk mindenképpen majd ezen a héten is a keresztények egységéért, és azért, hogy a keresztény egyházak ebben a nehéz időszakban ne csak talpon maradni tudjanak, hanem megerősödni is a hitükben, és egymást is erősítsék. Kedves testvérek, most a szentmise záró áldása után elénekeljük majd a himnuszt, megemlékezve azokról a katonákról, akik a doni áttörés alkalmával és azt követően százával, ezrével, tízezrével veszítették el az életüket, és oda áldozták azt a közösség oltárán. Ahogyan a szentmisében, a prédikációban is említettem, az erőszak nem megfelelő módszer az igazságos körülményeknek a helyreállítására, de sajnos sokszor elkerülhetetlen ebben a világban, és az erőszak áldozatává válni, anélkül, hogy az ember maga erőszakot tenne, az valamiképpen Krisztusnak a követését is jelenti. Éppen ezért imádkozzunk azokért az áldozatokért és hősökért, akik áldozatokká tudtak lenni, és kérjük Istennek a segítségét, hogy csak úgy, mint ezután a nemzeti sorscsapás után, minden egyéb csapás, minden egyéb megpróbáltatás után talpra tudjon állni nemzetünk, és ne csak folytatni, hanem megújítani tudja életét. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Meg minket.
neked, Szent Atya Úristen, áldjon meg minket, kegyes fiú Isten, áldjon, Szent Lélek Úristen, három személyű, igaz örök Isten. Atya Úristen, aki szent fiadat bűnváltságára mi érettünk adtad, Szent Lélek Istent, ki elküldted vélünk, egy örök Isten, irgalmazz minél.